Sziasztok! Ebben a videóban egy Opel Amperát fogunk megnézni, egy olyan autót, ami most már több mint 10 éve jelent meg, de szerintem még mindig nem teljesen értett így a köztudatban ennek az autónak a működése, és úgy összességében a filozófiája sem, úgyhogy részben majd erre próbálunk választ keresni, illetve arra is, hogy megéri-e ma egy ilyen autót vásárolni nagyjából 4 és 5 millió forint környékén, mert hogy persze részben az őrült piaci helyzet miatt is, de ennyibe kerül egy közel 10 éves, vagy akár 10 éves ilyen Ampera is, úgyhogy erre is megpróbálunk majd választ keresni, kezdjünk bele a videóba. Először érdemes tisztázni, hogy az Opel Ampera valójában micsoda, egy villanyautó, vagy egy plug-in hibrid. A General Motors a megjelenésekor egyértelműen egy hatótáv növelt elektromos autóként marketingelte ezt az autót, sőt, próbálta teljesen elkerülni a hibrid kifejezést is, pedig a mai hivatalos terminológia szerint ez egyértelműen egy plug-in hibrid, ugyanis van benne egy 1.4-es szívó benzines motor, ami bizonyos esetekben ugyancsak, de képes akár hajtani a kerekeket is, tehát ebben a formában nehezen értelmezhető szerintem, hogy ez egy tisztán villanyautó lenne, de erről majd mindenképpen bővebben, mert ez egy nagyon érdekes pontja az autónak, hogy milyen módon, milyen helyzetekben, hogyan működik a hajtás. Ez az autó ugye Opel emblémát visel, pedig valójában a német Opelnek a fejlesztéséhez tényleg nem sok köze volt. Ugye ebben az időben is az Opel még a General Motors tagja volt, és Chevrolet Volt néven forgalmazták még az autót, illetve Holden márkanév alatt is futott, Európába pedig Opel márkanév alatt érkezett. Viszont maga a fejlesztés ez a 2000-es évek közepén indult el, amikor a General Motors egy Prius riválist szeretett volna készíteni. A GM-nek volt múltja az alternatív hajtásokkal, a 90-es évek közepén ők készítették el az első nagy gyártó által nagyobb darabszámos, ténylegesen villanyautónak készített járművet, az EV1-est, ami aztán, hát finoman szólva sem lett siker, egyrészt rengeteget nem is adtak el belőle, nem is lehetett ténylegesen megvásárolni, és utána a legendás történet bekövetkezett, hogy gyakorlatilag be kellett zúzni az összes darabot. Tehát az egy sikertelen, de tényleges próbálkozás volt egy villanyautó elkészítésére. Közben egyébként, amikor az EV1-es gyártását befejezték, illetve hát ez a kudarc bekövetkezett, közben már a Toyota megjelent a hibrid hajtással és a Prius-szal. Arra viszont nem igazán volt a GM-nek válasza, de ott a 2000-es évek közepén, ha jól emlékszem, 2006-ban eldöntötték, hogy készítenek egy Prius riválist, ami nem feltétlenül lesz hibrid, és ez azért is fontos, mert akkor is már szerintem a Prius egy fogalom volt, ami nem feltétlenül a hibridséggel volt teljesen összeköttetésben, hanem egy ilyen öko, zöld, kicsit fura autó image, ami teljesen egy ilyen emblematikus Toyota termék lett is, és nagyon-nagyon komoly marketingeszköz is, aztán később, meg talán már abban az időben is. Szóval szerintem ilyen szempontból teljesen érthető, hogy a General Motors szeretett volna készíteni egy hasonló, ilyen nem is flagship autót, mert a Prius sem a Toyota csúcs terméke volt, de mégis egy ilyen nagyon erősen márkához köthető és pozitív üzenettel összekapcsolható autó volt, úgyhogy valami ilyesmit kezdtek el fejleszteni. Először szó volt arról, hogy teljesen elektromos lesz, amit lehet, hogy pont az EV1-es kudarca miatt is vetettek el, illetve akkor ugye még az akkumulátor technológia is hát messzebb volt, mint ma mindenképpen. 2010-ben mutatták be ezt az autót, 2010 végén a Volt változatát, ugye a Chevrolet Volt változatát, és akkor már lehetett tudni, hogy ez egy hibrid autó lesz, még hogyha a General Motors ezt szerette volna kicsit máshogy is értetni, legalábbis a marketing anyagában, tehát ezt egy alapvetően hatótáv növelt autóként promózták tényleg, de nézzük is meg, hogy hogyan nézett ki a hajtás. Van egy erősebb 150 lóerő és 370 Nm nyomaték leadására képes villanymotor, alapvetően ez hajtja a kerekeket. Emellett van egy kisebb 72 lóerős villanymotor, ami alapvetően generátorként működik, ezt hajtja meg a benzinmotor, és tölti ugye az akkumulátort, hogyha szükséges, de valójában nagyobb sebességnél ez a villanymotor is be tud segíteni hajtani a kerekeket, tehermentesítve kvázi a nagyobb villanymotort, hogy ideális fordulattartományon
tudjanak működni, és még nagyobb sebességnél akár a benzinmotor is képes közvetlenül hajtani a kerekeket. Nem állítom, hogy 100%-osan értem és sem a rendszer működését egy egész intenzív tájékozódás után sem, de a lényeg, hogy a való életben, és ezt nem én mondom, hanem felhasználói tapasztalatok alapján, ez egy igen jól működő rendszer. Van még egy 16 kWh-s akkumulátorcsomag, ami 16 volt a megjelenésekor, aztán 2012-től ez már megnőtt 16,5 kWh-ra, majd utána, ha jól emlékszem, 2015-től 17,1 kWh-ra nőtt az akkumulátor kapacitása. Ez egy ilyen T-alakban helyezkedik el egyébként ez az akkumulátorcsomag. Annak is köszönhető az utastérnek a kicsit fura elosztása, és az, hogy csak 4 személlyel használható, de erről is majd mindjárt egy picit bővebben. Tehát így nézett ki az akkumulátorcsomag. Ami ezzel kapcsolatban az érdekesség, hogy még új állapotában sem, 0 kilométeres állapotában sem engedte a maximum vagy maximum közelébe a kihasználását ennek az akkumulátornak az autó. Tehát eredetileg is nagyjából ilyen 10 kWh környékén lehetett kivenni ebből az akkumulátorcsomagból, amit utána, ha jól tudom, még szoftveresen képes is az autó csökkenteni az idővel. Erre azért volt szükség elméletileg, hogy a degradációt lehessen csökkenteni, ami egyébként így utána olvasva sikerült is, tehát ennek az autónak az akkumulátorcsomagával elég ritkán van probléma, komoly problémáról pedig, ahogy olvastam, nem is nagyon lehet tudni, tehát ez valószínűleg ilyen szempontból segített is. Nyilvánvalóan ez valamilyen szinten egy kétoldalú dolog is, tehát azáltal, hogy kisebb a kihasználható akkukapacitás, csökken a megtehető elektromos hatótáv is. Nagyjából ilyen 30-35 és 75-80 km közt van ennek az autónak a tisztán villanyos hatótávja. Lehetetlen szerintem egy exakt számot mondani, mert nagyon felhasználás függő. Átlagosan szerintem azt lehet mondani, hogy ilyen 50-60 km közt van a megtehető hatótáv. De amit ennél az autónál szerintem nem szabad elfelejteni, hogy ez volt az egyik első elektromos vagy plug-in hibrid autó, de minden esetre az egyik első olyan autó, ami tényleg elektromosan képes volt megtenni több 10 kilométeres hatótávot, és nem egy barkács termék volt, tényleg egy létező nagy márkától érkezett, be tudott sétálni az ember egy kereskedésbe, és meg tudta vásárolni, ebből az egyik első volt. Ennyiben, tehát ez már nem is egy friss termék így ma 2022-ben, de mégis, amit tud, igazából, hogyha egy plug-in hibridként tekintünk rá, az még ma is bőven megállja a helyét. Tehát a plug-in hibridek, és ez azért szerintem részben szomorú is, ennél sokkal többet nem tudnak ma sem kínálni. Már maga a név is szerintem kifejezetten jó egyébként, Ampera, illetve a Volt is, pontosan tudja az ember, hogy mire utal, de mégis kreatív, hát nem olyan, amit egy Opel-től megszoktunk, és ugye összességében az autónak a beltere sem olyan volt, mint egy korabeli Opel, bár persze vannak hasonló elemek, nyilván General Motors elemek, de mégis ez ott akkor nem csak egy Opeltől, de összességében is kifejezetten modern lehetett. Ez a két nagy kijelző dominálja itt elől a műszerfalat, az, hogy a vezető előtt egy ilyen digitális panel az óracsoport, az 2011-2012-ben kifejezetten újdonság lehetett, és egyébként ez jól is olvasható, azt nem mondom, hogy nagyon átlátható, picit meg kell szoknia az embernek, de egyébként kifejezetten sok információt tud megjeleníteni, normális a felbontása, egyáltalán nincs ezzel probléma. Aztán itt mellette a középső kijelző érintős, ennek a dizájnja is úgy alapvetően szerintem rendben van, még magyar nyelvet is tud. Alatta mondjuk rengeteg ilyen érintésérzékeny gomb, ami nekem már kevésbé szimpatikus is, egy picit így elsőre össze-vissza is a gombok elhelyezése, de nyilván, hogyha használja az ember, akkor ez megszokható. Ezen túl egyébként így szerintem a középkonzol elrendezése, és ahogy ül az autóban az ember, az egyáltalán nem rossz. Amit mindenképpen kiemelnék, hogy megvan egy kicsit ilyen bunkeres érzés. Ugye nyilván jó légellenállást szerettek volna ennek az autónak csinálni, ezáltal picit fura a formája, van benne ilyen szempontból egy kis Priusosság, de azért mondjuk egy Priushoz képest, egy kortárs, mondjuk harmadik generációs Priushoz képest, szerintem ez egy autószerűbb forma, de mégis már úgy kívülről is látszik, hogy elég keskenyek az ablakok, nem egy olyan nagyon-nagyon barátságos hely ilyen szempontból belül az autó. Elől még egyébként ez talán annyira nem is érződik, de hátul már tényleg szűkösebb az autó, egyrészt csak 4 személyes, ugye ahogy mondtam is a T elhelyezésű akkumulátorcsomag miatt, illetve T-formájú akkumulátorcsomag miatt is, illetve a csomagtér sem túl nagy, 310 liter papíron, de már úgy látszatra is nem hatalmas, rajta van ez a hálószerű, kalaptartós, fedő valami, ami olyan szempontból indokolt, hogy
ötödik ajtóként nyílik ugye a csomagtér, és nagy is rajta az üvegfelület, tehát kívülről be lehetne látni, így valami oda kellett, ami lefedi a csomagteret, de ez a, hát nem is tudom, hálós megoldás, ez kifejezetten gagyi, tehát ezt nem nagyon lehet szerintem szépíteni. Úgyhogy praktikum szempontjából azért mindenképpen visszafogott az autó is, és ennyiben kompromisszumos szerintem ez kijelenthető, tehát egy ekkora méretű autó tud ennél jóval-jóval praktikusabb lenni, ez mindenképpen ott van. Induljunk is el, és ezt nem mondom, hogy hallgassuk meg, hogy milyen hangja van az 1.4-es motornak, de nézzük meg, hogy menet közben milyen egy ilyen amperát használni. Az indítás a power gomb megnyomásával történik, tud természetesen kulcs nélküli bejutást, és ilyenkor sem az elindításhoz sem kell sehova behelyezni a kulcsot. Ami a kulcshoz kapcsolódóan még egy jópofa feature, hogy onnan lehet indítani egy előtemperálást, egy előfűtést vagy hűtést. Az előválasztókar az tulajdonképpen ilyen hagyományos automataváltós előválasztókar, bár itt ez inkább csak egy irányválasztó, de akkor lehet is indulni. Nagyon kultúrált így elektromosan, villanyos üzemmódban az autó, tényleg kifejezetten kultúrált, bár ez a legtöbb villanyautóra igaz, hogy egy sokkal olcsóbb, egyszerűbb autóból is egy jóval kultúráltabb autót tud csinálni, de itt tényleg, ahogy így ebben az üzemben fut ez az autó, az nagyon finom. Ahogy beültem, teljesen feltöltött akkumulátorral 50 km-es hatótávot írt, villanyos hatótávot az autó. Roland, a tulajdonosa ennek az amperának mesélte, hogy ez nagyjából reális is, olyan 50-60 kilométereket ment elektromosan az autóval. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 8,5 kWh volt az, amit ki tudott szedni az akkumulátorból, ami talán már egy kicsit alacsonyabb számnak minősül így az amperák közt. Ennek az autónak az órájában 210.000 kilométer van, ennek a függvényében a beltér állapota szerintem kiemelkedően jó, tényleg nagyon-nagyon minimális kopás látható egy-két elemen. Ez is egy holland autó volt. Ugye nagyon-nagyon sok magyar piacon elérhető ampera Hollandiából érkezett, mert hogy ott akkor, amikor ezeket az autókat újonnan lehetett vásárolni, akkor komoly adókedvezményt lehetett elérni ezekhez az autókhoz, úgyhogy ott komoly mennyiség van az amperákból, és ezáltal ugye onnan hoznak rengeteget. Viszont tényleg így menni ezzel az autóval, főleg villanyos üzemben kifejezetten jó. Bőven van megfelelő ereje, 150 lóerő, és leginkább a 370 Nm nyomaték az, ami tényleg kellemes autózást ad. Van 5 vezetési üzemmód, ebből szerintem 2 érdekes. Egyrészt a normál, amiben alapvetően használja az ember, itt amíg van töltöttség, arról megy az autó, utána ugye hibrid üzemmódban, illetve a tart funkció, ugye gyönyörű szép magyar, és egyértelmű fordításban végül is, tehát nem nincsen túlbonyolítva ennek az üzemmódnak a magyar neve. Itt megtartja a töltöttséget az autó. Ez ugye leginkább akkor ideális, hogyha mondjuk autópályán vagy, ugye nem feltétlenül a villanyhajtás legideálisabb üzemében használja az ember az autót, és szeretné megtartani mondjuk városi üzemre az akkumulátor töltöttségét. Ekkor ugye beindul a benzinmotor, ahogy most egyébként áttettem ebbe az üzemmódba, és akkor ugye tartja a töltöttségi szintet. Egy minimálisan jön be ilyenkor a motor zaja, nem is tudom, hogy mikrofonon keresztül most ebből mennyit hallotok. Most egy konstans fordulaton jár a benzinmotor. Úgy egy picit feltűnő, hogy ugye alapvetően egy nagyon csöndes autó ugye villanyos üzemmódban, és így egyből minden zajt ugye sokkal jobban hall az ember. A motorral kapcsolatban érdemes is kiemelni, hogy ezt még a mai plug-in hibridek jó része sem tudja, de ezt az autót tényleg tudja nagy részt villanyos üzemben használni az ember akkor, hogyha olyan távokat tesz meg. Tehát, hogyha tényleg a villanyhatótávon belül marad, akkor nem szükséges, vagy nagyon minimálisan szükséges a benzinmotort hajtani. Egyébként bizonyos megtett táv és eltelt idő után, nem tudom, hogy itt pontosan mi alapján számol a komputer, de be is indítja a benzinmotort, hogyha nagyon sokáig nem használja az ember. Tehát egy idő eltelte után ezt megteszi magának is az autó. De ez szerintem mindenképpen egy ilyen amperának a nagy előnye, hogy tényleg tudja úgy használni az ember, hogyha olyan felhasználási körülmények közt használja. Viszont mellette nyilván ott van az, hogy nincs a hatótávpara, mert van egy 35 literes benzintankja, és autópályán is normálisan képes 5-600 kilométereket is akár megtenni az autó, nyilván fogyasztás függvényében. Egyébként, ahogy olvastam, ilyen 130-as autópályás tempó környékén
7 liter az átlag fogyasztása az autónak, ami szerintem nem vállalhatatlan, persze az nem is egy kiemelkedően jó érték, az egyértelmű. Viszont, mint ahogy az összes plug-in hibridnél, vagy akár villanyautónál is, de persze bármilyen autónál, csak ezeknél még inkább, tudatosan kell választani. Tehát egy ilyen autó nem szól mindenkinek. Nem mindenki tudja értelmesen kihasználni ezt a hatótávolságot. Rolandnak van itt egy 6000 km-es átlaga a komputerben, ez alatt 142,2 liter benzint fogyasztott el, ez 100 km-rel levetítve 2,4 literes átlagfogyasztás, nyilván emellett még ott van az elfogyasztott áram mennyisége is. Nagyon számolni kell, én azt gondolom, egy ilyen autónál is, hogy az ember hogyan használja, hogyan tudja tölteni, és ennek az egyvelegét ki kell számolni, mert csodát ez sem tud tenni. Tehát, hogyha nem tudja rendszeresen tölteni az ember, akkor ez sem egy őrült el hatékony autó szerintem, számolni kell. Ez egy padlógáz. Dinamikájával semmi gond nincsen. Ha azt nézzük, hogy nagyjából ilyen 4 és 5 millió forint környékén lehet megvásárolni ilyen amperát, ennyiért sajnos értelmes villanyautót, hogyha ahhoz hasonlítjuk, nem lehet. Tehát ami használhatóságban legalább megközelít egy ilyen amperát, egyszerűen nem lehet. Akár első számú autóként szeretne használni egy zöld autót az ember, akkor ennyi pénzért villanyautót, csak tényleg nagyon kompromisszumosat lehet, ami persze szomorú is. Vicces is, hogy néztem most ilyen korábbi teszteket erről az autóról. 2018-ban, amiket így olvastam, akkor volt 3,5-4 millió forint környékén ez az autó, tehát drágább ma egy ilyen ampera, mint 4 évvel ezelőtt, de nyilván ez sajnos egy extrém helyzet, ami most van. Amire nagyon érdemes figyelni, ez most jutott eszembe, hogy átjöttem egy patkán, hogy nagyon alacsony az autónak az eleje, illetve leginkább a lelógó szoknya per kötény az, ami tényleg nagyon alacsony. Ezen az autón is látszik, hogy párszor már le lett verve, de konkrétan egy nem annyira jó minőségű úton mentem, és hallottam, hogy többször beleér. Hát erre azt mondják, hogy együtt kell vele élni. Fontos kérdés még a szervizelhetősége. Lehetett ezt az autót itthon kapni, de akkor, amikor még tényleg újonnan is megvásárolható volt, ha jól tudom, egy darab hivatalos márka szervizben foglalkoztak az amperákkal. Ma már több szerviz is van, nem márka szerviz, de szerviz, akik ténylegesen komolyan foglalkoznak ezekkel az autókkal is, de ahogy olvastam, nem nagyon van megfejtetetlen probléma. Nem is mennék bele, hogy milyen egyébként ilyen kicsit apróbb, kicsit nagyobb problémák tudnak lenni az amperával, mert a Total Car-nak volt egy tök jó adása, ahol pont az egyik szerviznek a szakembere nagyon részletesen elmondta, hogy milyen gond lehet ezekkel az autókkal, itt a jobb felső sarokba beteszem majd a linket, illetve a leírásba is, ott tudtok abból sokkal-sokkal hitelesebben tájékozódni. Röviden, apróságok és picit nagyobb költségek tudnak lenni ezzel az autóval, de gyakorlatilag legtöbb belső égésű motoros hasonlókorú autóhoz képest szerintem ez marginális, és szerencsére van rá a legtöbb ilyen problémára észszerű megoldás, úgyhogy üzemeltetésben nem hiszem, hogy egy nagyon bonyolult vagy költséges autó lenne. Viszont én ezzel le is zárnám ezt a videót, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ideig, köszönöm szépen Rolandnak is a lehetőséget, hogy kipróbáltam az amperáját, nekem abszolút pozitív volt, így pár órát használva legalábbis a benyomásom az autóról. Jövő héten a következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!